koronavírus járvány és a mostani negyedik hullám a védőnői szolgálatra is hatással van. Hogyan befolyásolja ez a munkájukat? A védőnői munka pont a személyes kapcsolatról szól. A védőnői munka végzést a járványhelyzetet irányító aktuális kormányrendelet szerint végeztük. Szakmailag ugye a védőnő felelőssége lett, hogy mi az, amit az online térben is el tud végezni, és mi az, aminél a személyes kontaktus elengedhetetlen. Az orvosi tanácsadások csak személyes kontaktus révén valósulhatnak meg. Figyelni kellett arra, hogy a váróba ugye egy gyerek, egy felnőtt tartózkodjon, mindenki fertőtlenítsem, tehát a gondozottak ellátására szánt idő jelentősen megnövekedett. Úgy láttuk, hogy a családok életében is ez lelkileg egy nagy teher volt, ez az egész új helyzet. Ugye a várandóság, a szülés körüli időszak egyébként is egy nagyon szenzitív időszak, melynek kísérésében, segítésében jelenlétünkkel sokat tudunk adni, ami az aktuális állapotokat tekintve nem jöhetett minden esetben létre. Emiatt ugye kénytelenek voltunk a virtuális térben is minél gyakrabban jelen lenni. Az új családokkal való megismerkedést is nagyban akadályozta a vírushelyzet. Ránk védőnökre ez nagyobb terhet rót, de igyekeztünk, hogy a kapcsolat így is minél zökkenőmentesebb legyen. Hogyan érintette eddig ez a helyzet a biatorbágyi születésszámokat? Biatorbágy egy folyamatosan bővülő város, ezért a születésszámokban alapvetően nem volt nagy változás. Jelenleg 9 körzetten működünk, ebből egy iskola védőnői, egy vegyes, ami azt akarja, hogy van egy iskola plusz egy területi rész, és a fennmaradó 7 az csak területi munka. Biatorbágyon jelenleg 7 aktív védőnő tevékenykedik. Ugye a gondozotti létszám folyamatosan nő, főleg az új építésű lakóparki részek miatt. A veszélyhelyzetnél sokkal fokozottabb elővigyázatosságra intjük a szülőket. Most korlátozottan elérhetőek a különböző csoportos foglalkozások is, de óva intjük a szülőket, hogy nagyobb tömegbe vigyék a gyermekeiket, például bevásárlóközpontba. Igyekszünk segíteni a szülőket abban is, hogy a gyerekek mindennapjait így is színesebbé tudják tenni, akár javasolunk különböző gyerekjátékokat, kreatív tevékenységeket, szabad levegőn végezhető játékokat. Ugye közelednek az ünnepek, tehát most már befele is tudnak fordulni és hangolódni az ünnepekre, és igyekszünk felhívni a figyelmüket, hogy hogyan lehet távol tartani a gyermekeket jelen helyzetben a virtuális élettől. Mi védőnök itt vagyunk, számíthatnak ránk a családok, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor bizalommal fordulhat felénk. Az újonnan érkező családok számára pedig az interneten fellelhetőek az elérhetőségeink és a védőnői körzeteink.